Üdvözlöm a porcelánkedvelőket. Szokásomhoz híven ugye ilyen keresgélő körúton jártam nem régibe, és két darab olyan porcelánnal találkoztam, ami hát elég gyenge, vagy hát legalábbis számomra gyenge másolata, gyenge reprodukciója az eredeti porcelánoknak, ugye, amik az 1660-as években készülhettek valamikor a Kangxi uralkodó periódus alatt, tehát 1660-as évekről beszélünk, és akkoriban egy ideig egy nagyon speciális jelző karakter, tehát egy betűjelzéssel látták el az akkor készült porcelánokat. Erről lesz egy kis rövid videó, illetve kiegészítőként most hozzátennék még egy kis szösszenetet. Itt is látható egy ilyen, hát ez se eredeti, ez is másolat. Ugye magának a kék kobalt festéknek a színe eleve sokkal halványabb, mint aminek a technológia szerint lennie kéne. Hát vannak rajta ezen is ilyen felülethibák, amik ugye ezeket már mesterségesen teszik rá, hogy egy kicsit hasonlítson az eredetire. Hát nem is tudom, ezek nem is ecsettel, hanem ilyen kis írókával készülnek. Ugye, aki kerámiákhoz ért, az tudja, hogy mit jelent ez. És még ezen se igazán jön át az a sajátosság, hogy ugye a meghúzott vonalaknál ugye a festékanyag az előégetésnél, illetve égetésnél, a mázégetésnél, előégetés az ugye szárítás, de tehát a mázégetésnél már többnyire a kobalt, ha ez ugye úgy készül, ahogy kell, akkor az belesüllyed a kobalt anyaga, belemélyed a kaolinba, tehát a tálanyagába kicsit beleég. Hát ez kémiai sajátosság, és ennél ugye nem látszik ez az egész. Ezt majd továbbiakban említem a videókba. Illetve még egy dolog, amiben szó van, ami a videóban szóba kerül, arról a bizonyos jelzésről. És ezen is látszik, hogy ez még talán csak-csak írókával készült, tehát látszik, hogy megsüllyedt a porcelán felülete. Tehát maga ez a karakter, ami a jáde szót jelenti. Tehát ezt a jelölést látnánk majd az ominózus darabokon. Hát még ez is nagyon gyatrára sikerült. Azokon ez még valamivel talán jobb. Bár itt ugye ennek a felső vonalnak még itt balra jobban ki kéne lógnia, balra. Az alsó az jó, az alsó, hát ez a keresztbe húzott szár nagyjából, de hát ott annak még jobban ki kéne lógnia. És hát egyéb hiányosságuk. Jó, hát a videó többi részében majd bemutatom ezeket a dolgokat is. Most ez egy érdekes darab, mert így első ránézésre ugye látszanak a kis szabálytalanságok, stb. A festék és a mintázat, ez nagyon érdekes, mert úgy néz ki, mintha. Most, hogyha megnézzük jobban a fényfele, fordítva, akkor látszik, hogy a kobalt az ugye nincs beleégve, belesüllyedve, és olyan homályos a vonalaknak a széle, tehát ez nem eredeti darab, ez egy ilyen matrica mintás, itt látszik is, hogy ugye megcsúszott a matrica minta. Maga a jelzés is egyébként egy autentikus eredeti jelzés lenne,
ami egy betű karakter, ami a jáde szót jelenteni, de ez is el van mosódva, és tökéletes. A kör az sincs belesüllyedve a festő is, mint a porcelán anyagába. Úgyhogy az egész az messziről ordít, hogy ez egy ilyen modern reprodukció. Tehát nem köze nincs az eredeti porcelánokhoz. Maga a mintázat egyébként, tehát ami rajta látható, az autentikus, de a többi az bizony az nem. Na jó. Még egy ilyen hasonló technikai darab. Színe is nagyjából olyasmi. Ugye az eredeti kobaltnak kicsit feketésebb színe van, de ez majdnem hogy hasonló. És a minták meg a díszítés. Viszont itt szintén a vonalrajzok nem folyamatosak, tehát megszakadnak a vonalak, ami azt jelzi, hogy ez ilyen matricás készítésű, tehát nem eredeti kézi mintázat, kézi festéssel ellátott. Itt a párja is. Hozzá próbálom megfogni valahogy, hogy ne szórjam szét, mert ennek a fedele lejár. Az alján ugyanazt a jelölést találjuk, ami a 17. századból való lenne. Ugye a karika, tehát a festett karika is el van tolódva. Magához a kaolinból mintázott körhöz képest, tehát nem centrikus. Ez megint csak matricás, itt is a matricás készítésnek a dolga, hogy átlóg a maga a kanna törzs részéből a csőr, a kijöntő részbe a minta. És a festék, ugye a festékanyag a kaolinba nincs beleolvadva, maga a kék kobalt anyagú underglaze, tehát ez megint csak egyértelműen egy mostani. Igen, és itt is látszik, hogy el van tolódva ugye ez a központi, tehát a tetőnek a fogantyúja, és ennek a festése is el van tolódva. Tehát ilyen hibákat annól nem csináltak. Jó, hát ez is egy ismeret. Itt van ugyan olyan kis műhiba rá vigyeszve, de hát ez ettől még nem lesz eredet, és nagyon friss az egész, semmi elszíneződés. Ugye, hogyha ez 400 éves darab lenne, akkor nem így kellene, hogy kinézzen. Itt a párja is szintén. Na, hát erről ennyit.